Köszöntöm Önöket, az önkormányzati perceket látják. A közelmúltban adták át a Rákosmenti Bóbita óvoda új műfűvel borított hátsó udvarát. Hogy milyen volt a gyermekek első reakciója, amikor ezt birtokba vették, erről fogok többek között beszélgetni vendégemmel. Üdvözlöm a stúdióban Lakosné Fozekas Gabrielát, az intézmény vezetőjét. Üdvözlöm, köszönöm a meghívást. És akkor mielőtt valóban ezekről az első reakciókról beszélnénk, egy kicsit a közelmúltról, milyen állapotok voltak itt ezt megelőzően? Az óvodánk udvara mindig nagyon szép volt. Hát eleve egy nagyon jó környezeti adottságokkal rendelkező helyen van az óvoda, tehát már az óvoda környezete is zöldövezeti, szép, csendes környezet, és az óvodánk udvara is nagy fákkal övezett, bokrokkal, és mindig szépítgetjük, újítgatjuk, és mindig az előző intézményvezetők is nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy tényleg mindig a játékok is minden igényt kielégítsenek, a mozgásfejlesztésnek teret adva. De hát sajnos az idő vasfoga nem kímélte a játékokat sem, a játszóeszközöket, hiszen fából készültek, és hiába kezelgettük és ápolta a gondnokunk őket, sajnos elkorhattak, és balesetveszélyessé váltak. Úgyhogy az évek során egyre több játék lett, amit sajnos le kellett bontani, és hát ennek a helyére szerettünk volna pótlást, hiszen a gyerekeknek a mozgás fejlesztéséhez a játékok is elengedhetetlenek, nem csak a nagy tér, és ezt így a tavalyi évtől kezdődően polgármester úr segítségével és a Rákosmenti Önkormányzatának segítségével sikerült megvalósítani. Nagyon szép új játszóeszközöket kaptunk, egy részét az udvarunknak egy műfüves pálya borítja, illetve hát nem pálya, hanem egy nagyon szép pázsit tulajdonképpen, mert ez nem keverendő össze a focipályákkal, tehát nem is olyan anyagból készült, ennek utána jártunk már a megvalósulás előtt, hogy miből készül, nincs gumifeltöltés, murvával van borítva, kvarchomokkal, tehát hogy ez környezetvédelmi szempontból is biztonságos legyen, illetve azt is sikerült megtudni, hogy ez 100%-ban újra hasznosítható anyag, tehát majdan az idő múlásával, ha már ez nem lesz alkalmas, akkor újra lehet hasznosítani. Mostantól tehát már egy modern, korszerű körülmények között játszhatnak a gyermekek, és akkor jöjjön a kérdés, mikor vették ezt birtokba, és mennyire örültek ennek? Szerencsések vagyunk, mert pont a nyári zárás alatt készült el, tehát egy még számunkra is, amikor első nap bementünk az óvodába, a nyitó értekezletünkre, és megláttuk, akkor nagy örömmel fogadtuk, és kimentünk megcsodálni. A gyerekek pedig már másnap birtokukba vehették. Ez főként a kiscsoportosoknak fenntartott rész, tehát ők a beszoktatás alatt már birtokba vehették, és nagyon tetszett. Sokrétű játék lehetőségek adódnak. A tér az eddig is adott volt. A játszóeszközök megújultak, de voltak olyan területek, főleg ezeken azokon a részeken, ahol ilyen magas örökzöld fák, fenyők találhatók, ahol hiába próbáltunk fű telepítésével, nem sikerült. Így aztán erre esett a választás, és ezeket a területeket, ahol eddig por volt és kihasználhatatlan terület, ott most különböző sporteszközöket ki lehet vinni, labdázni lehet, kis motorral lehet motorozni, tehát és sokkal színesebb lesz a választék ezáltal. És sokkal nagyobb ugye a gyermekeknek a mozgás tere, akár itt az egészséges életmóddal összekapcsolva, és ha már ezekről beszélünk, akkor milyen alapelvek szerepelnek a mindennapi nevelés során az intézmény életében emellett? Mivel tevékenységközpontú óvoda vagyunk, ezért minden tevékenységben van ágyazva. Tehát úgy tanulnak a gyerekek, hogy tevékenykedtetjük őket. A Zöld Óvoda címet elnyertük, immár negyedik alkalommal, most már címmegtartó zöld óvoda vagyunk, aminek az alapelveit igyekszünk beépíteni a mindennapokba. És ez egyrészt a környezet megismerésére vonatkozik, másrészt a környezetvédelemre, de ugyanígy akár az egészséges életmód, a táplálkozás, a szelektív hulladékgyűjtés, komposztálás, ezek mind-mind a napunkat képezik, és néhány hónapja sütőolajgyűjtő pont is lettünk, használt sütőolajgyűjtő pont, amivel szintén próbálunk hozzájárulni a környezetvédelemhez,
és szülőknek is talán segítség, hogy a használt sütőolajjal mihez kezdhetnek. És a gyerekeket is nap mint nap próbáljuk ebben a szellemben nevelni. Ha már szülők, illetve akár önök és gyermekek, szerintem mindenki most már nagyon boldog, hogy újra az intézmények kinyithattak, hát most már gyakorlatilag bő fél éve újra működik az élet, viszont hogyha visszautalunk a 2020-as évre, illetve a 21-es évnek az első felére, pandémiás időszak sajnos, ugye zárva voltak az óvodák is, hogyan telt önöknél ez az időszak? Igen, ez egy nehéz időszak volt, de én úgy gondolom, hogy ezzel nem árulok el újat, hiszen minden területen mindenkinek ez egy nehéz szakasz volt az életében. Egy ideig, amíg zárva volt az óvoda, próbáltuk megoldani úgy a kollégákkal, hogy interneten, online felületen próbáltak ötleteket adni a szülőknek esetleg a gyerekek nevelésével kapcsolatban, meséket küldtek, mozgásos játékokat, különböző kézműves feladatokat, amiket otthon meg lehetett valósítani, ha a szülőknek ugye az otthoni munka és egyéb elfoglaltságok mellett akadt erre idejük. Tehát ez egy nagyon nehéz időszak volt, hiszen mi sem erre vagyunk berendezkedve, úgymond, hogy így éljük a napjainkat, azt szeretjük, hogyha a gyerekek ott vannak. Nyilván a pandémiás időszak azért sok olyan szabályt kellett betartanunk és betartatnunk, amik eddig esetleg még idegenek voltak számunkra, de azt mondhatom, hogy a szülők nagyon együttműködőek voltak és partnerek voltak ebben, tehát a bizonytalanság, a szorongás, sajnos ezek így a napjaink részét képezték, de ahogy haladtunk előre és próbáltunk ezen felül emelkedni, végeztük a napi teendőket, talán ezt így sikerült átvészelnünk. Azt sajnálatos módon el lehet mondani, hogy szinte heti rutinná váltak a tesztelések? Hát heti, két heti rutinná, igen, a óvoda dolgozói számára, amik jók voltak, örültünk neki, hogy erre lehetőséget kaptunk, hiszen azért egyrészt egy megnyugvás volt, másrészt biztonságérzetet adott, hogy akkor eddig minden rendben van. Beszéljünk akkor egy kicsit örömteribb dolgokról. Ugye itt az augusztus vége, de inkább a szeptember a beszoktatás időszaka. Ez hogyan zajlik önöknél, mert egy jól bevált évek óta zajló rutin alapján? Igen, igen. És most szerencsére lehetőség volt arra, hogy a szülők is részt vessenek benne, hiszen a tavalyi évben ez már megvalósíthatatlanná kezdett válni, de most újból a szülők is részt vettek. Két napig együtt voltak a gyerekekkel, két délelőttöt töltöttek nálunk, együtt játszottak, együtt ismerték meg az óvoda dolgozóit, a pedagógusokat, a szokásokba, az óvodai életbe egy picit betekinthettek, és harmadik naptól pedig szeptember 1-én már a kicsik egyedül léptek be az óvodába, a csoportszobába, és azóta is. Hát ez a beszoktatás azért egy hosszú folyamat, tehát hogy ez még tart október végéig mindenképpen. Ha már akkor október vége, illetve talán akkor nézzünk egészen decemberig még kicsit itt a jövőbe beszélgetésünk végén, és reméljük tényleg ezt úgy tudjuk majd megemlíteni, hogy nem lesz már semmiféle zárás vagy korlátozás. Milyen tervek vannak itt a következő hónapokra nézve az események szempontjából? Picit visszatekintenék a múlt hétre, akkor volt a szüretünk, ez is már egy régi hagyomány az óvodánkban, illetve a jövő hét folyamán az Állatok Világnapjára fogunk mi is programokat szervezni. Ez szerencsére most a szülőkkel együtt tud megvalósulni, szülők, pedagógusok, gyerekek együtt. Állatsimogató lesz, különböző kézműves tevékenységek ennek a napnak a kapcsán. Majd aztán készülünk az adventre, hiszen az is hamarosan el fog jönni, és minden évben adventi vásárt tartunk, amire a gyönyörű díszeket és egyebeket mind az óvoda dolgozói készítik, úgyhogy erre is már lassan készülnünk kell. Én akkor nagyon jó készülődést kívánok ezekre, illetve gratulálok az új udvarhoz, és használják egészséggel. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a felkérésünket. Köszönjük szépen. Önöknek pedig a figyelmüket köszönöm, megtartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!